Sziasztok, kedves barátaim! Most ünnepeltünk egy ünnepséget, és a naptár szerint az október végén lesz ez az ünnep, de most tartottunk meg, de miről van szó? Arról van szó, hogy a világnak a történelmi dolgok nem változnak. Valaki aggódik, hogy milyen jó volt a világ régen, most mennyire megváltozott, és nem tudunk, mi lesz velünk, lehet, hogy lesz nagy háború, lehet, hogy lesz nagy éhség, vagy pénzügyi válság, annyi sok-sok-sok aggodalom, aggodalomnak a oka van, de gyakorlatilag a történelem újra és újra ismétlődik. Nincsen semmi új, ami most történik. Csak egy példát mondom, fogjuk 5000 évvel ezelőtt, ami a Bhagavata Purana. A szó Purana azt jelenti, hogy történelmi írás, ami a 5000 évvel ezelőttre is tud nekünk adni részletes leírásokat, mi történt. És volt ugyanúgy egy alkalom, hogy egy nagyon veszélyes helyzetbe kerültek az emberek. Sőt, veszélyes, ez kevés ez a szó, hanem halál veszélyes, mert volt valaki, egy hatalmas személy, uralkodó, akinek nem számított az emberi élete, és hogyha azoknak az embereknek a véleménye különbözött tőle, akkor inkább el akarta pusztítani őket. Mert a fő célja az volt, hogy mindenki őt imádja, őt szolgálja, az ő szabály alapján éljen az életet. És mivel emberek merészeltek nem így csinálni, ezért veszélybe kerültek, és elindította egy pusztító folyamatot rájuk. Most is nem tudjuk, hogy mi lesz velünk. De a történelemből mindig lehet tanulni, hogy most mit csináljuk, mi legyen a megoldás mostani helyzetben. Akkor az történt, hogy Isten, ő mindenkinek a legjobb barátja, és ő azonnal nyújtja a segítséget, a menedéket, és abban az időben is egy faluba, ahol emberek egy pusztítási katasztrófa helyzetbe kerültek, mert az a személy, a uralkodó, ő egy katasztrófát rendezte az emberek számára, mint most például atombomba, ez egy katasztrófa lesz, nem? Szóval nem egy nagy dolog, hogy most különböző módon lehet ezt idézni elő. És Isten akkor rögtön, amikor látta, hogy veszélybe kerültek a személyek, akkor rögtön egy menedéket ajánlatotta nekik. De tudjátok, hogy az még kevés, amikor csak Isten ajánlja menedéket, mert amikor ajánlotta, akkor ők még nem bízták magukat rá, nem fogadták el rögtön. Akkor az történt, hogy hogyan ajánlottott a menedéket, hogy felemelte egy hegyet, és mondta, gyertek ide alá, itt semmi baj nem lesz veled. Persze van egy kis részlet erre, ami majd máskor elmesélünk, hogy mik voltak a plusz részletek, de nagyjából mondani való az, hogy először ők gondolták, hogy lehet, hogy mi majd megoldjuk. Valahogy elmúlik, megoldódik, de aztán látták, hogy nem, és abban a pillanatban, amikor mondták, jó, akkor mi rábízunk az életünket őrá, függünk rajta, abban a pillanatban bekerültek a menedékébe, és habár körülmények, akik meg körülötte voltak, pusztítóak voltak, de az a kis hely, ahol ők menedékben voltak, ott tökéletes minden volt. Ők meg se érezték. Elmúlt a félelem, a kényelmetlenség, a fájdalom, minden elmúlt, soha nem nagyon boldogok volt. Szóval most is, hogyha valaki szeretne tudni, mi a recept az ellen, hogy ne szenvedjünk, bármi történik, háború, válság, éhség, csak bízunk magunkat
Krisnára, Istenre. Úgy mondják, hogy Ananya Bhakti. Hogyha mi csak rajta függünk, rajta bízunk, akkor ő sose fog hagyni minket, mert ő megígéri Bhagavad Gita-ba, hogy azt mondja, hogy Yogak Shemam Vaham Aham. Az azt jelenti, én mindent megőrzök, amit van, mindent megadom, amire szükséged van. És aham, azt mondja, én személyesen ezt megteszek. Szóval nem elrendezést fogok csinálni valami keresztül, valaki keresztül, hanem ilyen személyesen ezt fogok veled megtenni. És most is kerülünk ebbe a veszélyes helyzetbe, már benne vagyunk, az lehet, hogy fog fokozni, gyorsabban vagy lassabban, de végül halál pillanatban akkor is ott leszünk egyszer, de hogyha rábízunk magunkat, menedéket veszünk nála, akkor minden oké lesz. Boldogok maradunk. Köszönöm szépen, írjátok kommenteket, iratkozzatok a csatornára. Hare Krishna!